Nincsenek leaszfaltozva, villany van, de telefonálni szinte lehetetlen. Csupán egy mobil szolgáltató helyezett ki antennát a településre. Néhány éve még senki nem ismerte a piciny település nevét, de mára ide szoktak a jómódú külföldi turisták, zömében arisztokraták. Heti 5000 dollárért ugyanis bárki megpihenhet a hercegi birtokon. Falunak egy megtiszteltetés, már valahol veszik. Idáig nem vették, azt se tudták, hogy Románia térképén létezik az a kicsika falu. De most lássák, hogy minden héten külföldiek vannak, angol, német, kirándulók örökeit vannak. Úgyhogy megtiszteltetés. És az íze Románia viszonylatban most ez a helyiség, ez a lámpatok, minden az első 10 között van. Úgyhogy szépségileg minden természet, minden, úgyhogy valahol csak kezdtünk lenni, ha addig el voltunk veszve is. A hercegi birtokon luxus helyett egyszerű körülmények, és szalmabetétes ágy várja az utasokat. Károly herceg emellett a helyieket is arra ösztönzi, hogy modern épületek helyett óvják meg épített örökségüket. A faluban már több régi székelyházat is megvásárolt, amelyeket hagyományos módon javítatott ki helyi mesterekkel. Azt szeretném, hogy benne egyszerűen viselkedik. Az a szeretet bennünk. Mit nagyjából csinál? Köszön mindenkinek? Igen, igen, mindenkinek köszön, mindenkivel lekezel, mindenkire gyönyörűen int, és mindenkivel szemben mosolja. Károly kaszálót is vásárolt, ahonnan fűmagot vitt a Buckingham palotába, mert szerinte az a biodiverzitás, ami Székelyföldön van, páratlan az egész világon. A trónörökös visszajáró vendég. A brit királyi család ugyanis erdélyi magyar gyökerekkel is rendelkezik. Második Erzsébet királynő ükanyja Rédei Klaudia a Maros megyei Erdőszentgyörgyön született, és az ottani Rédei kastélyban nevelkedett. Vírusfertőzés miatt lett